Mi olyan vicces a Tinderben? Van-e olyan úr, aki szingliként érkezett? Hölgy nélkül, itt mindenki nővel az oldalán. Ott ül egy fiatal úr, te hány éves vagy? 14, csodálatos. Majd el fogsz kezdeni mutálni, kitartás, elmúlik. Mi a keresztneved? Csaba. Csaba. Na figyelj, Csaba! Nagyon szép, hogy eljöttél ide édesanyáddal, Marianna. Tényleg? Tényleg. És többen nézik a jegyet, ez most stand-up vagy bűvés? Szóval figyelj, Csaba, a másik Csabára, akit már kikezdett az élet. Marian, ha meg kéne nevezned Csabában egy tulajdonságot, amiért nagyon oda vagy, tudom, látom a szemeden, hogy több is van, Csaba, nagyon meg fogsz lepődni, akkor mi lenne az? Van gondolkodási időm. Mondtam, hogy meg fogsz lepődni, Csaba. Ennyi volt. Ennyi volt, de tényleg. Lányok, mi... Nem, leszállok rólatok. Egyelőre. De hogy mik azok a tulajdonságok, amik fontosak egy férfiban, asszonyom? Hogy? Elmosogat. Oh. De egy férfiban? De komolyan. Akkor minden nő így előveszi a régi matekórás reflexeit. Na én mondjam ki, hogy legyen pénze. De tényleg, miket szoktak mondani a nők? Legyen humora. Legyen humora, igen. Legyen alacsony kopasz. Legyen családcentrikus, ugye ilyeneket szoktak mondani. Legyen intelligens, megbízható. Gondolom, Csaba, nem felejti el a szülinapodat. Na, én egyébként a szülinapot is egységesíteném úgy, mint a Valentin napot, mert... Férfiak az feldolgozhatatlan, és a Valentin napot nem tudod elfelejteni, mert az február 14, tele vannak már a virágboltok már előtte színes lufikkal, és képzeld, lenne egy ilyen április 3 születésnap. Kész. Minden nő kos lenne, nem érdekel, legalább tudnánk, nem lehetne elfelejteni. Szóval ezek azok a tulajdonságok, amik egy férfiban fontosak. Az mennyire fontos, lányok, hogy a férfinak szoláriumozott, borotvált kockahasa legyen? Azt látom, csipendélsókon mit műveltek. Majd meg vagytok őrülve, kijön a csávó a bugyikájában. A bugyikájában. Tudod, kinek van bugyikája? A 4 éves fiamnak. Ez kijön a kis bugyikájában, a kis borotvált giliszta, ennyit csinál. Ez most már nekem kellemetlen. És körbe tömködik pénzzel. És akkor érted, itt ül Csaba. Intelligens? Igen, mert rám vett jegyet. Családcentrikus? Igen, mert anyukájával jött el. Azt tolonganak a nők? Nem, látod? Ilyen méltatlan az élet. Köszöntjük a kedves nézőket, hallgatókat, állandó partneremmel, Gönczi Dorkával, és két vendég is érkezett a stúdióba, két kollégám, Ács Fruzsina és Szabó Balázs Máté. Sziasztok! Humorista. Sziasztok! Az ifjú generációk, és azért egy fiú és egy lány. Igen, azért Balázs már kollégám. Humorista. Fruzsina mindkettő. Mert hogy mai témánk a társkereső applikációk lesznek, amelyek az emberben egyaránt ébresztenek motivációt, kíváncsiságot, izgalmat, kis függőséget és sokszor fáradtságot és kiégettséget is. Ennek ellenére mégis lelkesen húzigálunk jobbról balra, és ha nem találjuk meg a boldogságot, akkor nem, hogy ott hagyjuk az applikációt, hanem keresünk egy másikat, hogy ott majd hát, ha vár ránk a remény. Vagy előfizetünk. Vagy előfizetünk a prémium. A prémiumra. Hát, ha az a probléma. Hogy nem tudsz eléggé kétségbe esetni. És nekünk erről Dorkával nincs, ugye te is azt mondtad, hogy nincs róla tapasztalatod. Nem, nincs. Nem, nem, soha tudok nem fájt az ujjam jobbról-balra. Nem. Nekem egyetlen egy személy. Értek hát! Fruzsi egy karriert épített erre. Igen. Jó, 6 éve van benne. Másnak teniszkönyökkel van Fruzsinak Tinder új. Tinder új. Itt kijött a Tinder ganglion. Bumble csukló. Ki az, aki csuklóból lapoz? Nem tudom, ott valami elszállnak kell lenni. Ennyire azért nincs rajta. Akkor megunod. Igen, lehet, hogy tabletten Tinder. Mert tévén keresztül nyomom.
És nekem egyetlen egy személyes tapasztalatom van erről a társkereső applikációs életről, és azért is hívtam életre ezt a beszélgetést, mert annyira meghatározó volt nekem az az élmény, és annyira sikerült átélnem a teljes érzelem spektrumot, a kíváncsiságtól, az izgalomtól kezdve a teljes gyűlöletig és csömörig. Mentünk Nyíregyházára fellépni egy sofőr kollégával, és a sofőr megkért, hogy amíg ő vezet, addig kezeljem én a Tinder fiókját. És nagyon nehéz volt úgy, hogy nem az én profilképem van. De majd erről is beszélhetünk, hogy mennyit számít, hogy te vagy te. És volt egy csomó meccs, valami 40 lánnyal meccselt össze, azt is megtudtam, hogy az a meccs, hogy mindketten jobbra húzzátok egymást. És de hogy mondta, hogy az még semmit nem jelent, mert hogy még el kell kezdeni beszélgetni, és te elkezdesz beszélgetni, ő meg nem fog válaszolni. Hogy ne fogna? Vízd azt ide! Hát figyelj! És tudom, hogy valami szellemeset kell meg, mert annak idején én még a csajozás.hu-n voltam jelen Markóni álnéven még a 2000-es évek hajnalán. Volt ilyen, hogy csajozás.hu és pasizás.hu. És volt a habostól. Nem mindegy, hogy melyikre mész fel. Igen. De ezt akartam. Sasi, tudod mondani, hogy elírtad, mert egyébként eléggé különbözik. Egyébként csak zárójel, mit gondoltok, hogy a heteroszexuálisak vagy az LMBTQ emberek használnak arányában több ilyen alkalmazást? Szerintem van heteroszexuális. Én amerikai LMBTQ-t statisztika, mondanám. Az arány az 28-51, és van valahány százalék, aki nem mondta meg, hogy 28%-ban az egyik, és 51%-ban a másik. Melyik lehet vajon az LMBTQ, és melyik a... Szerintem a 28 az LMBTQ. Szerintem az 51. Az 51. Az 51. Az 51. De ha csak arra gondolunk már, mint hogy, na, hogy azért az LMBTQ volt azért a férfi-férfi. Uh-huh. Ja, és... igen, az erősen megnyomja. Az erősen... Hogy az egy erősen megnyomja, meg amúgy is az egy tök jó metszet, tehát már egyből tudod, hogy ugyanaz az érdeklődés, ugyanaz, tehát hogy nem kellnek azok a fölösleges körök, ez egy sokkal specifikusabb dolog, meg nem igen, tudom. A férfiak nem szarakodnak, ja. Tehát nincs az a... És egyébként ezzel vág össze, hogy a felhasználók 34%-a férfi, 27% nő, nem tudjuk, hogy a többi nem határozta meg magát, nem tudom, amerikai a felmérés, tehát igen. Ott azért nagyobb a szórás, de hogy egyes becslések szerint, tehát a felhasználóknak az a benyomása, hogy 80% a férfi és 20% a nő, tehát hogy nagyon sok férfi vadászik nagyon kevés nőre, ugyanaz a helyzet, mint Kínában. Mondjuk ott a szó szoros értelmében történik ez. Igen. Na a lényeg, hogy aztán hogy lehet titeket is szózni, hogy a sofőrnek kellett a Tinderén olyan dolgokat írnom lányoknak, amire valószínűleg válaszolni fognak. És nem. És vérpis. És kezdtem először olyanokat ott, hogy amiről szó volt az előző adásban is, hogy nem fogom leírni azt, hogy de szép vagy, mert nem a külseje alapján kell valamit megdicsérni, hanem azt kell éreznie, hogy én látom őt. Én látom őt, érzem őt. És akkor nem tudom, volt egy lány, aki mindig ilyen nagyon csinosan volt felöltözve, és a világ különböző épületei előtt állt. Vagy bennük, de egy felismerhető épületek előtt, és neki azt írtam, hogy szia, nagyon jó ízléssel választasz ruhát és épületeket. Ami szerintem egy tök jó. És, te összéltél a saját magad, azt látom, hogy... Azonnal írtam volna, hogy hol vagy? Mondi, gyere! Igen, hol vagy a szép művészetiben? És mi volt a jött válasz? Semmi. Semmi. És lehet aztán, csak nem látta. És nem hiszem el, hogy írok, semmi válasz. Mi van? És aztán rájöttem, hogy valószínűleg lehet, hogy a profilképet, csak azt tudtam hibáztatni, hogy rossz nem, mert azért már jobbra húzták, tehát az kép ja, alapján. Igen, de csak a szöveg lehet. A jobbrahúzásnak is vannak stádiumai, mert szerintem így három van. Van a, hát aki úgy néz ki, mint egy... Fuckboyt, azt lehet mondani ebben a műsorban? Lehet. Jó, tehát úgy néz ki, mint egy... Fuckboy? Majd aki volt a magyarul. Majdnem úgy, tehát úgy néz ki, mint Balázs. Igen, tehát aki látszik, hogy mondjuk... Vagy Csanád, csak ő háttal ő. Aki mondjuk látszik, hogy nem fogjátok feltétlenül életetek hátrávő részét együtt letölteni, mert neki egy 24 óra lenne az ideális. És abban is egy erős 3 perc. Igen, és van az a hát, ha nem... Amit hatnak érzel. Igen, az a jobbra húzás. Van, aki úgy, hogy nagyjából így a kategóriát, meg így tényleg így el tudod képzelni, meg van a, fú, ez nagyon csúnya, de az egyik barátnőm úgy fogalmazott, hogy akit gyengébb pillanatodba húztál jobbra. Csak fel akartam venni a telefont, ha valaki hívott.
De hogy nem azt, tehát, hogy így látod, hogy így nem biztos így a profilja alapján, de ha valami nagyon jót ír, vagy éppen az, de hogy nagyon sokszor van ez, hogy így valaki rád ír, és így huha, ezt jobbra, hogy ez így hogyan volt ez az egész, meg mint, hogy ez így történt, hogy én ezt jobbra húztam. Úgyhogy ez sajnos egy nagyon kegyetlen húspiac, de az egy általános tény, hogy a fiúk mindenkit jobbra húznak, és utána aki őket, utána szelektálnak, a lányok meg már egyből szelektálnak. Tehát ott tényleg megnézed, és akkor kategorizálod. Meg milyen durva projekciós felület, nem? Hogy már te is mennyi mindent beleképzeltél be a lányba, hogy igen. Épületekbe jár, meg izé, meg akkor hú, mit fogok neki írni? Igen, és ez tök veszélyes, hogy nehogy Isten már így egy kép alapján beleszeretsz, és mindent arra az egy lapra teszel fel. De mekkora mákod van, hogyha mondjuk kiderül, hogy ez a lány alpinista, és tényleg azért, mert különböző épületekben, mert gyakorlatilag megnézi, hogy milyen magas. És az izé lepucolja az ablakot, és fölvesz valamit. És izé sírogattam, és aztán kitaláltam, mondom, ez nem megy, hogy itt mindenkire személyre szabottan próbálok, izé, hát kiégek, mire leérünk Nyíregyházára. Úgyhogy mondtam a srácnak, Tominak, mondom, figyelj, ide kell egy standardizált nyitószöveg. És kerestük azt a mondatot, amivel minden kapu örökre megnyílik. Tehát, hogy milyen jó lenne egy ilyen habrakadám, ez egy ilyen... Na, kíváncsi vagyok. Halló homóra. Igen. Az mi, az a kinyitós? Igen, kinyitós volt. Na, ez kell. És akkor arra jutottam, hogy szia, elküldve, új üzenet, csak hogy ne raboljuk egymás idejét, rögtön a lényegre térek. Új üzenet. Hány szilvás gombócot tudsz megenni egyszerre? Ami szerintem tök aranyos. Sokan, mint azt készül, hogy mennyi fér be a szádba. De igen. Nem gondoltál bele. Tök aranyos. Visszaírtak? Nem. Nem csodál. Nem? Próbálnak túró gombóccal, mert... Az lesz szóval. Lehet, hogy lecsó. De nem, mert volt, aki visszaírt egy nem eszem szénhidrátot. De akkor visszaírt. De várjál, akkor volt, aki azt írta, hogy nem eszem, nem szeretem a túró gombócot. De legalább tök. Na mondom, Tomikám, megyünk tovább. Palacsinta kettős pont. Nutellás vagy lekváros? Itt azért benne volt az, hogy azért ezek a kenődős dolgok, ez lehet, hogy téves asszociációkat szül. Régrandisztál, András. Nutellás, palacsinta, rosszra is gondol. És akkor visszaírta, hogy nutellás, smiley. Na mondom, simán vagyunk. Megvagyunk. Tudsz-e vékonyat sütni? Igen. Na jó, és akkor ezen a ponton megérkeztünk Nyíregyházáról haza, és mondtam a Tominak, hogy ezen az úton neked kell tovább menni. És Tomi úgy érezte magát, mint mikor kijön a villanyszerelő, szétbarmol mindent, és elmegy. Hogy jó, használ nyugodtan, jó? És tudod, minden rád, minden. Jött ott, amit egy aknavező kellős közepén, és hát persze, hogy elrontotta a következő mondatot. Besóztad. Igen, úgyhogy nekem ez a tapasztalatom erről, hogy ott van, reményteli, érzed, hogy jó pofa lehetsz, elindul, vagy el se indul, vagy elindul, de félbe maradt. Tehát az, hogy effektív, aztán tényleg ott üljetek egymással, és meglásd azt, hogy ő milyen, érezd a kipárolgását, lásd a mosolyát, a valódi ízlését, a kikerázott kép helyett azt a valóságot, az egy bolygók szerencsés együttállása, és még akkor is lehet, hogy a harmadik percben azt érzed, hogy... Hát igen, mert hogy ez egy tök más dolog valakivel üzenetbe beszélni, meg ott elképzeled a hangsúlyait, meg elképzeled azt, hogy milyen, és amikor találkoztok, az a különbség, ami akkor így pofán csap, hogy nekem volt egy srác, és baromi jó fejnek tűnt, de rájöttem, hogy főleg azért, mert nagyon vicces gifeket küld. És mindig. Személyesen nehéz. De adekváltan a helyzetre 10/10, mindig nagyon jókat röhögtem, ilyen bukfenceződ, nagyon jókat küldött, és találkoztunk, és két óráig nem tudtunk beszélni. És fogtad, és behátrált egy bokor, hogy Homer Simpson. Ilyenet volna, hogy lettévével jön Randi. Nem várta be, hogy ezeket eljátsza ott a Randi helyzetbe a gifeket, de hogy így kiderült, hogy amúgy így élőszóban meg így semmi. Meg ugyanez az, hogy a hangszíne, a mosolya, tehát egy... Szia! Ehhez már találkoztunk. Igen, és addig az viszont egy szia, nutellás palacsinta. Egyébként pont amit mondasz, hogy nagyon más, amikor valakivel személyesen találkozik az ember. Nekem nagyon régen volt egy olyan randim, 17 éves voltam, ami levelezésből jött, tehát leveleztünk az emlegetett ifjúsági magazin. És kiderült, hogy a postás. Nem, képzeljétek el, hogy baromi jókat leveleztem azzal a sráccal. Elmesélte, hogy Erdélyből jött haza, és amikor találkoztunk, akkor aznap reggel azt el is mesélte, hogy ő az István kórházban hulla tologató. És ez még a magamos... De ott dolgozik, vagy ez hobbi?
Nem tudom, igazából nem derült ki. Tehát, hogy lehet, hogy oda született. Volt napfény. És találkoztam a Gellért szállónak az aljában vele, és... És mondta, hogy pattanj fel a kocsira. Nem, megszólalt, és ilyen magas hangja volt, és gyakorlatilag teljesen kiölte azt a... Hát ezért volt hullatólag öltőben. Igen, meg tök mindegy. Egy élő paciens, ez... Többéket idegesített. Akkor hajoljon előre! De hogy ez nagyon-nagyon meghatározó. Mert egy akkora információ tömeget kapsz, amint csak így ránézel valakire, meg így egyből tudod, hogy így nem az, hogy össze akarsz eljönni, vagy valami, de azt tudod, hogy nem akarsz összejönni. Igen. Azt egyből tudod. Igen. Hogy bármi. Nem? Bármi. Jó, te fiú vagy. A lányok, mert te nem. Nem, de az evolúciós dolog. Lányoknak nagyobb a költsége egy kapcsolatban. Mert hogy mi van, ha teherbe esik, mi van, ha nem tudom, tehát hogy neki jobban, tehát precízebben kell, jobb szenzorokkal kell párt választani, és érezni hiszen az kell. Az egyed, tehát igen, az utódlás. Igen, cél. Meg hogy az ember aztán el tudja őt tartani. Ha ott marad, és nem is feltétlenül a pénzt, meg a hatalmat, vagy nem tudom, mit kell látni a másikban, hanem legalább a potenciált, hogy valaha majd képes lesz. Arra, de nyilván egy 20 éves fiúban nehéz meglátni a gazdag, ezért befolyásos ember, de legalább a potenciált érezni kell benne, hogy egy napon az lesz. Hogy mennyire durva, csak hogy ez jutott eszembe, hogy amúgy meg evolúciósan az is fontos, hogy reprodukáld magad, és hogy mégis 20 évesen mész bele rosszabb férfiakkal, tehát a deszkásokkal, akik bennünk cigiznek hátul, akkor jössz velük össze, és mondjuk 30 évesen meg már ezek nem talált vonzónak ezeket a férfiak, nem sokkal jobban megválogatod azt, hogy kinek szülnél hát, mondjuk. Ketyeg az a bizonyos óránk. Na de ez az, hogy csak ketyeg. Igen, a legdurvább, hogy 30 évesen már ők se tartanak téged vonzónak. Ez a legdurvább, hogy... Hogy... Ne haragudj, hogy így kellett ezt megtudnod. Ezért vettem azt a longboardot. Egyébként ez szerintem nagyon érdekes. Szegény Fruzsi bőgatjában mindig ott van a Deák tőlen is. Kidobom az összes csuklószorítom. Ez tényleg érdekes, hogy én tényleg nem tudom a legelején, és például a barátném is ezt mondta, hogy ő is amikor randizott. Nem bőle kéne ezeket megbeszélni. Miért? Mit gondolsz, jobbra vagy balra? Ma múltkor is ott állt. Hát, hogy én ezt nem tudom ennyire hamar eldönteni, hogy ebből most lesz valami, vagy nem lesz valami. És tényleg egyébként így fiúként a legnehezebb az első mondatnak a megírása. Mert nyilván, hogyha élőbe találkoztok, ott valahogy így organikusan alakul a beszélgetés, de amikor csak ennyi van, hogy elhúztátok egymást, és utána írni valamit egy ismeretlen embernek... Bocs, véletlen volt. Annál... Bocs, nem ide. Amúgy anyámat akartam. Ez a legjobb. Anyámat akartam jobbra újra. Ez a legjobb, hogy ketchupból 450 grammos, bocs, nem ide. De ez nagyon nehéz a fiúknál, meg ezt mindig igen, mondjuk. Igen, és akkor hogy... ott van a Bumble, ahol meg ugye a lányoknak kell ez a szabály, hogy a lányok írnak először, de azt is megúszósan csinálják. Yes, hogy hívják, úgy van, hogy a Bumble az annyiba különbözik, hogy te írsz először lányként, hogyha összemecseltetek, és 24 órája van a fiúnak, hogy válaszoljon. És akkor utána nem múlik el, hogyha nem válaszolsz 24 órája. És tovább kell küldeni 10 embert. Igen, és hogy... És akkor nem lesz örökrontás rajta, és családodon, igen. Tök jó alkalmazás. Úristen, azok akik kitalálták. De amúgy nem rossz, mert egyrészt azért jó lányként, mert van megint egy dupla csekked, tehát, hogy jobbra húztad gyenge pillanatban, de utána még egyszer megnézheted, hogy biztos szeretnél valamit, igen, és akkor ráérhatsz. És még bizakodsz benne, hogy hát olyan helyen lesz, ahol nem lesz térerő egy napig. És tök nehéz amúgy a másik oldalon, mert ugye mindig ezt mondjuk, hogy ötletlen dolgot írnak a fiúk, mert van a hogy telik a napod, én ezt nem bírom már elviselni, tehát ezt így nem akarod elmondani. Hogy ez a mi a helyzet, igen, hogy így, mi a helyzet. De ez egyébként nem csak párkeresésben van, ez a, na, mizu is. Ez a marketplace-en, ez megvan még. Hogy ezt kéne írni Tinderen? Szia, megvan Hello, még? Ez megvan még? Ez tök, de ez vicces. Ír kiváltva. A dagasztógép miatt érdeklődöm, bocs, nem ide. Igen, de egyébként meg más ötleted nincs, mint a mi a helyzet, és hogyha meg ő is szeretné, hogy ez a beszélgetés elinduljon, arra lehet normális választ adni, mint az, hogy hát ez ötlettelen, és erre most mit írjak.
Hát azért ezt nem írom meg. Nekem volt, hogy már megírták, hogy hát erre mit lehet írni, izé, tévét, de veled mi a helyzet? Igen. És akkor visszajöttem, hát erre most mit írjak? Igen. De nem nevetett. Hány szilvás gombozót tudsz egyszerre? Nutellás vagy lekváros, mert a palacsinta. Igen, hány nutellás szilvás gombozót. Vagy csak annyit is, hogy túros, és akkor ott voltál a merenyő. Most nem ide. Szerintem a legrosszabb nyitószöveg, ami látszik, hogy mindenkinek ugyanaz van elküldve, de nem ez a vicces, ami ilyen nyitott, hanem így nagyon szép a szemed, és így látszik, hogy tehát így zárójában odaírtál a szemed, ami kék, zöld vagy barna, ja, igen. Igen, meg nagyon csinos vagy, nagyon szimpatikus a mosolyod, és így érzed azt, hogy ez nem neked szól, hanem ez egy csapat, de szívesen megismernélek. De például te mit tartanál igazán jó kezdő mondatnak, amire azt mondod, hogy hú, ezt. Szerintem olyan kezdőüzenet igazából nincsen, ami ugyanígy, mert ez pont olyan, hogy megint az, hogy ez a vonzódás váltja ki ezt a és hogyha meg vonzódsz valaki ez, akkor hogyha azt mondja, hogy na mi van? Úristen, haj, de ismer! Haj, de jót mondtad! Szóval, hogy ezt nem ez váltja ki a wow faktort, hanem nyilván szellemesnek is. Most nem ide. Jaj, de mókás volt! Igen, szóval sajnos ez evolúció, vagy kémiailag másképp működik, de én szeretem, hogyha valami kérdés van, igen, amivel így el lehet kezdeni. Vagy hát kérdést kell, tehát egy kijelentő módra mit írsz? Vagy ha érzed igen. az energiát, hogy mennyire érdekled őt, hogy mondjuk... Veszem! Vagy a helyes írásra figyel. Sajnos én diszlexiás vagyok, úgyhogy az engem nem szóval. Nekem például nagyon fontos volt. Nekem emoji diszlexiám van. Vicsorgásnak én azt gondolom, hogy örül. De van egy barátom, aki azért dobta ki a pasit, mert nem írt helyesen. És már annyira felidegesítette, hogy jó, de még csak harmadikos volt. Az csak egy szám! De hogy azt, hogyha mondjuk megnézi a profilom, vagy valami, és akkor ahhoz kapcsol a képek alapján, vagy abba belekérdezve valami, tehát akkor azt érzem, hogy így benne van az energia, és ezt amúgy én is látom magam, ha Bumble-ön írok, mert aki olyan, hogy ilyen határeset, vagy nem mozgat meg annyira, de lehet valami, annak én is annyit írok, hogy szia. Uh-huh. És akkor, ha visszaír valamit, akkor azt ugye ha viszont valaki érdekel, akkor már valamit így, amit kiírt magáról, mert ugye kis írhatsz magadról, és akkor abba mész bele. Uh-huh. De amúgy van még egy nagyon sötét oldal a Bumble-nek, amit majd elmesélek, hogy a kiírásban vannak ilyen pontok, amiket megadsz magadról, hogy mit keresel például. Na és abban vannak ilyen nagyon durván ilyen no-go-k, amikor így látod. Red flag-ek, úgynevezett red flag-ek. Igen, tehát abból kiírod, hogy mit akarsz, hogy a kapcsolatra. Van ez, hogy még nem tudod, don't know yet, meg van a kapcsolatot hát akarsz, meg a nem akarsz kapcsolatot. Igen. Tehát ez igen, így már tök jó, hogy a Bumble az annyival jobb, hogy ilyen sokkal specifikusabb, és ami nagyon para, az a sex positivity. És azért, mert... Az mi az, hogy positivity? 5 kategóriát adhatsz meg, hogy mi érdekel. Na most ebben benne van a hegymászás. A szexben? Climbing, az nem lehet, ez egy figurat? Csak már öregek vagyunk. Hát változott a világ. Szóval van egy baromi hosszú érdeklődési kör. Videójáték, filmek, színház, minden, és benne van az, hogy sex positive, egy paprika emojival, és hogy aki azt kiírja, az valahogy mindig egy ilyen... De mi az a sex positivity? Hát kb. Az, hogy így nyitott szexuálisan, szóval, hogy így... De mindenki nyitott szexuálisan, igen, elsősorban nem? Erről szólva. Hát keresek olyan aszexuális... Igen, de hogy tök fura, bár, nem? Nyitott kell, igen. Élő vagy halott. Valahogy azt akarja, hogy valahogy azt akarja sugallani, hogy ő nagyon, tudod, igen. Hogy ő benne, nagyon benne van, ő ezt nagyon, igen, és hogy ennél nincsen taszító. DTF, én ezt tudom, DTF. És ilyen sex negativity. Elviszlek magam. Igen. Sex neutrality. Sex negativity nincs. Tényleg az de van az a want kids someday. Want to have kids someday. Igen. Meg láttam egy olyat, hogy open to kid, és az nagyon fura volt. Több értelmű. Igen, és nem tudtuk megfejteni, ez mit jelent? Az, hogy ő akar gyereket, vagy elfogadja, ha van gyereket. Vagy akár elvált, igen, elvált lehetsz, és akkor... Igen, nagy... szóval így már a profibai alapján azt nagyon kiábrándít, hogy hányféle van, és van ilyen, rájössz egy ilyen emberre, vagy valami, vagy valaki kiír egy olyat, és te így lerakod akkor a telefont egy pár órára. Igen, tehát igen, eldobod.
meg van ez az agresszió, az ne húzzon jobbra. Ja, igen. Aki nem igen. gondolja komolyan, és csak szexet akart. Mikor egyes szám második szemébe írják, hogy eszedbe se jusson jobbra húzni, ha te csak kalandot akarsz, és ezt rögtön magadra veszed, akkor is, ha te nem olyan vagy. Igen, és férfiaknál ez egy annyira fura kíró, hogy aki csak szexet akar, és csak ki akar használni. Az nyugodtan jobbra húzza. Az ne húzzon jobbra. És csak az húzzon jobbra. Igen. Én értem, meg minden, hogy ezt tökre ki lehet fejezni másképp is. Meg, jó, valószínűleg voltak rossz tapasztalatai. Meg a hagyományos kapcsolat, na, az még egy. Az milyen a hagyomány? Hát ami nem valaki... sajtos, meg ezért a haknistaként a benzinkutak hoddog kínálatából tök kiindul. Van a magyaros, a hagyományos, sajtos, legváros hagyományos. Igen. Igen, szóval, hogy amikor látod kiírva azt, hogy valamiért valaki kiírja azt, hogy hagyományos kapcsolat, mert nem lenne gond, de tudod, amikor már kiírod, akkor az mindig ad egy ilyen plusz löketet az egész. Aha. Valamiért ez neked fontos. És hogy így akkor már így gondolkozol, hogy elmondod, hogy dolgozol, ha meccseltek, vagy valami, mert hogy azért abban van egy ilyen... Ez egy fotót magadról, mackonadrágban a kanapén. 20 évig ez vár ránk. Egyébként azon nem gondolkoztatok, hogy mi lenne a ti saját számotokra, nyilván akkor már lehet, hogy megvan a párotok, és akkor minden oké. Tehát mi lenne a saját társkeresőtöknek az a formja, ami érdekes lehet így kicsit hagyománytörő egy ilyen párkeresős világban, és az olyan, hogy tényleg nem ilyen sablonokból épül fel, és nem ennyire idegesítő kis kategóriákat ad, hanem sokkal érdekesebb, akár az intellektusra, akár a szórakozásra való nyitottság, vagy mi a hobbi, tehát nyilván ezek benne vannak. Mi az, ami szerintetek igazából érdekes lehet egy társkeresőn? Nagyon hosszú kérdés volt. Dik-dik. Hogy mi legyen a mi randi appünknek a specifikája, hogy mivel lenne más. Amitől izgalma, tehát hogy nem az van bennetek, hogy úristen, eldobom a telefont, mert vannak ilyen reakciók. De szerintem azt nem lehet az elején Max, tehát ez ugyanúgy, amikor ugye vannak, hogy diplomához kötött az, hogy kiregisztrálhat, meg tehát egy csomó ó, minden Balázs, akkor neked nagyon fontos lesz ez a szakdolgozat most, de... Nagy részt ezért végzem el. És mit szeretnék kezdeni a diplomájával? Elittás.hu. Most fel a diplomádat ide, és akkor igen. Igen. Az elittás.hu-ra szeretnék regisztrálni. Azt szerintem például jó a Bumble-be, hogy vannak ilyen megadott kérdések, amikre válaszolhat. Nem muszáj, de válaszolhat, hogy mit tudom én, zombi apokalipsziskor, mit csinálnál, meg ilyesmi. Szilvás gombóc. Ez kész. De például az összes kérdésre úgy válaszolsz, hogy szilvás gombóc, az biztos, hogy jobbra húznám. Igen. Szóval, hogy abban már így átjön az, meg, vagy egy ilyen nagyon mély cinizmus jön át, és akkor az már egy árnyaltabb képet sejtett. Igen, na ezért. Azért kérdezem csak, mert amikor én párt kerestem, és ez nem volt tudatos, és nem voltam fönt ilyen társkeresők. Anyukámat egyszer regisztráltam az egyik nagyon neves laphoz, és hát oda anyukám akkor 50-valahány éves volt, és ilyen 25-ös fiatalok írtak, hogy tehát, hogy ezek így nagyon keményen jöttek, de minden esetre... A hallgató kedvé. Igen, hogy most elfejtettem a kérdést. Bocsánat. Nem. 50 éves anyukádat regisztráltad, és 25 évesek igen. akarták meg pocsékat. Nem, anya, jó lesz. Nem, anyukád mit írt a leírásból. Én írtam az anyuk. Hát úgy, mint ahogy te csináltad a sofőr kollégának, hogy amikor én valakivel elkezdtem ismerkedni, akkor nekem mindig az volt nagyon fontos, hogy a szavakon keresztül hogyan jut a lelkemhez, és nyilván én nagyon-nagyon szerettem, ha valaki helyesen is ír, mert hogy nyilván a végzettségemből fakadóan ez nekem fontos, és azt gondoltam, hogy ha valaki helyesen ír, akkor az azért is van, mert sokat olvasott, ergo, ha sokat olvasott, akkor vélhetően művelt, és ha művelt, akkor talán nem fog megverni, vagy szóval... Aha. Én csak felvettem egy szemüveget. Én ezzel orvoslom ezt a problémát. Igen, igen. Csak hogy milyen érdekes. De szerintem mennyire... is így van, és szerintem nem lehet meghatározni az elején olyan kritériumokat, ami determinálja azt, hogy akkor itt igen, most igen. én találok valakit. Mert tényleg szerintem, és szerintem is ez a font, én mindig ezt néztem, hogy ki az, akivel tudok beszélgetni úgy, hogy ez ne legyen erőltetett, igen, hogy igen. ki az, akinél nincs az, hogy ír egy üzenetet, és utána 2 órát kell gondolkoznom azon, hogy most mit írjak erre vissza, hogy ne halljon meg a beszélgetés. Mert valakivel percenként tudsz üzenetet váltani, és nem fogy el, és amikor este elköszöntök egymástól, még az is
tehát mehetne tovább, valakivel meg tényleg öt üzenetet váltasz egy nap. Két órás különbségekkel, és nem tudod már, hogy mit írjál. Nekem egyébként a régi, tehát az ilyen 20 évvel ezelőtt hagyományos tapasztalatom, az volt, hogy... De ott jobb volt, mert ritkában jött a postás. Tehát nem kellett egy gondolkozni, hogy... Na, de hogy amit én tapasztaltam, még a csajozáspont. Hogy kérdezz, tehát, hogy mert válasz, mondta Boncz Géza, de hogy kijelentő volt, hogy nehéz válaszolni, és hogy olyat kérdezz, amin a lánynak nem kell gondolkodnia. A másik meg, hogy legyél izé, tehát sodord a beszélgetést, legyél izé, lendületes, sodord, művel, domináld, urald, és akkor érzi a lány, hogy izé, sütbölöd a zenek, mentón, és hogy amilyen gyorsan csak lehet, tereld el az applikációból, vagy tereld el a beszélgetést, cseréljetek e-mail címet, vagy telefonszámot, vagy valami, tehát hogy így váltsatok platformot. Igen. Amúgy ez annyira durva, hogy tényleg így van, hogy és már átmentünk Messengerre. Tinderbe, hogy a Tinder az arra jó, hogy olyan emberek legyenek az ismerőseid Facebookon, akikkel soha életedben nem találkoztál. A másik barátnőmnek az Insta süllyesztője. Tehát, ott lett 40 ismerőse kikövetni, a 100-hoz, és így... Kikövetni, meg visszakövetni, teljesen más, mert ott ilyen észrevétel. De nem meri, az kitöri, olyan bunkóság. Kitörli a Facebook ismerőseit, senki. Én töröltem egy nagyon sokat. Nekem meg nincsenek. Na, és mert te mit írnátok? Vagy neked mi működött, Balázs? Mert te nyomtad az én nagy levont, hogy levont, levont, levont. Jó, nyomtam rá, a kis Ádám profilképén. Én konkrétan társkereső applikációt nagyon rövid ideig használtam, pont ezért, mert azt szerintem... Nem, én ott nem tudtam létezni. Tehát nem ott találtad meg a párodat? Nem, vagy ami online, az az Instagram, és ott az valahogy ott jobban működik. Egyrészt azért, mert hogyha valakinek a profilját ott már látod, uh-huh. az valahogy ott így többet uh-huh. is kapsz belőle, jobban meg tud nézni, meg nem, az valahogy egy picit közvetlenebb, hogy nem, igazából nem azért vagyunk itt, hogy ismerkedjünk, igen. de ha már tetszünk egymásnak, és bekövet, akkor az már egy picit több, mint az, hogy Tinderen, ami alapvetően arról szól, hogy... Igen, ez nagyon ez rossz, nagyon hogy azért kemény. Jöttem ide, mert itt most ismerkedni kell. Míg ha boltba mellé tolod a kocsit, ahol az bármi lehet. Tehát lehet, hogy tovább tolod, lehet, ide, de hogy... Beleestek egyszerre a kosárba gyakorlatilag. Igen, de igen. Most... Tehát kivezetnek. Igen. És mi nagyon fura, hogy csomóan barátkozni akarnak. Vagy csak beszélgetni valakivel, és nem... A Tominál olyan is volt, hogy futótársat az. Keres. De az egy ülő... Nem futókkal landolsz? Nem, Tinderen. Csak nem ismerte a szót. De van ilyen, hogy futótárs, van túratárs, futótárs. De ez nem, ez Tinderen. A DTF se Dántú futás. Igen. Legyél kicsit őrült, és legyen rengeteg szabadidőd. És egy olyan lány, aki fut. Tehát tényleg látod a képeit. Ez a konkrét őrültek, és egyébként igaz. Futó bolond. Igen. Ha utodérsz, lehet valami köztük. Igen. 40 kilométer után, mi van kedved dugni, akkor... Igen. Szóval, hogy mi volt az utolsó gondolat? Nagyon elvitt a futótárs. Hát, hogy ott ismerkedni kell a Tinderen. Ja, igen, hogy egy csomóan barátkozni akarnak, meg, és hogy így nem akarsz bunkó lenni, de azért benned van egy ilyen, hogy van már elég barátom. Mm-hmm. Hogy azért nem azért vagy itt most fönt, meg így nem azért történik. Szerintem az azért van általában, hogy tehát hogy ártalmatlannak tűnjön az, aki ezt írja. Hogy olyan csak barátkozni. Nem biztos, semmi. Hogy az, aki ártatlannak akar tűnni, az a jó megismerkedni. Igen, de hogy csak próbálom a gondolatot megfejteni. Igen, csak ugyanakkor, tehát barátkozni az nagyobb elköteleződés, mint flörtölni. Nem, mert a flört az kis vonzalom, kis bizsergés, kis pesgés. Egy éjszakás barát. De ha valaki nekem azt írja, hogy a barátom akar lenni, az ugyanolyan ijesztő. Idegen, de szerintem az generáció független ez, ahogy most leveszem belőletek, és hogy mondjátok, hogy ott az ember nem barátkozik. Tehát nem onnan találja meg a barátait, hogy az egyes ilyen applikációkon keresztül valaki. Hát igen, mert az önöntől elmész úszni, és akkor igen. futótársat keresed ott igen. a medencébe. Szóval ez egy más közeg, ez egy más, nem az a közeg, ahol ennek itt helye van. Igen, betonozáshoz segédmunkást, vagy feleséget keresed. És ami nekem így tanácsom, és szerintem, ami tud működni, az, hogy minél hamarabb találkozni. Mert hogy igen. ez mondjuk egy hétnél tovább már, hogyha húzódik, az nagyon hamar átcsaphat egy ilyen hónaposra, meg amikor már egy két hét után amúgy mizu, jól eltűntél, meg mit tudom én, azok már ilyen meg utána egy ideig lehet csak így fent, tehát hogy személyes találkozó nélkül fenntartani a beszélgetést, szerintem az is nehéz.
Tehát ott kell már, hogy legyen a közös élmény, és a találkozás. És ebben mi a gyakorlat, hogy kik kezdeményezik hamarabb a személyes találkozást? Fiúnak kell elhívnia. Tehát ez még megvan. A Bumble-on is. A lányok feladják a labdát. Ez azért nagyon érdekes, azért érdekel, mert én azt látom a gyerekem, van egy 18 éves fiam, az ő generációjában, hogy iszonyatosan kezdeményezőek lettek a lányok. Ugyanúgy a társkeresőm van föl, mint anyád. Nem tudom. Ma már másodszor megyek ki innen. De hogy a lányok nagyon kezdeményezőek lettek. Hogy ez most azt mondod, hogy feldobja a lány a labdát, az a szokás? Hogy az a... Nem szokatlan szerint, nem feltétlenül az a... Én nekem az a tapasztalat, tehát hogy el lehet valami... Tehát egyrészt az, hogy mondjuk kiír egymásnak először, azért az szerintem ritka, hogy nagyon nyíltan a lány ír először. Tehát akkor ha a lány kezdeményez, az egy ilyen elmismás... Kétségben van esve. Nem. Az egy ilyen elmismásolt kezdeményezés. Tehát az, hogy most reagálok a sztoridra, vagy lányzik. Ami jelenteti azt is, hogy hát én csak tetszett, amit kiraktál, de egyébként azt is, hogy szeretnék többet. Igen. Nyilván egyébként az első normális mondatot szerintem ugyanúgy a fiúnak kell, mert hogy az elvárás, hogy a fiú írja meg, és utána az, hogy kihívja el kit, ott is szerintem a fiú tehát fel. Ez a hagyományos még megmaradt itt is. Nem mondom, hogy minden, hogy én azt sem mondom, hogy probléma, ha máshogy van, mert szerintem tök oké, és tök normális az a menet is, de hogy inkább az szokott, vagy nekem az a tapasztalat, hogy az szokott lenni, hogy van egy olyan mondat, amire már te elég könnyen rá tudod csatolni a kérdést, hogy hát akkor menjünk el ide, vagy nincs-e kedved, vagy stb. Stb. Szerintem az van, hogy valahol mindig a lány kezdeményez először, és ezért furcsa, direkten is kezdeményez, mert hogy ha lemész egy bárba maga az, hogy felöltözöl, ha hajat mosol, kisminkeled magad, szép ruhába mész, tehát hogy jelzed, hogy... meg ott állnak mesztelenül. Jó, tudom, nem erre akarom kihúzni, csak hogy jelzed, hogy készen állsz a helyzetben. Igen, a nőstény készen áll a megtervékén. Hát ez olyan, mint azt mondod, hogy te már arra akkor kezdeményezel, amikor felregisztrálsz Tinderre, mert akkor igazából már azzal azt jel. De a fiú is felregisztrál Tinderre. De ott a nőstény várja, hogy a hím ellejtse násztáncát. Igen, tehát hogy ott vagy. Igen, meg hogy, de hogyha egy bárba is, hogy mondjuk, hogyha ránézel valaki, elkezdesz szemezni valakivel, az mégiscsak egy kezdeményezés. Várhat, hogy észrevegyen, akkor is, hogy a csapos, tudom. Egy óra. És utána, hogyha ő jön oda, úgyhogy ránéztél, meg jelezted azért valamennyire, hogy te nyitott vagy erre a dologra, és utána ő jön oda, és ő kérdezi meg, hogy nem iszunk-e valamit, akkor a férfi kezdeményezett, egyértelmű. Aha. De mégis a nő tette meg valahol a nulladik lépést. Ezt máshogy látom. Jaj, de izgi. Szerintem ez nem úgy van. Szerintem amikor te ránézel, akkor te az engedélyt adod meg neki, hogy oda jöhet. Igen. De az nem a te kezdeményezés, hanem már így néz. Hát én nem tudom, nekem megvan az érzés, számtalanszor, hogy néz a lány, oda kéne menni, néz a lány, és látom azt a pillanatot, amikor azt gondolja magában, hogy ez hülye, és elkezd más nézni, és ott érzem, hogy kész, bezárult az időkapu, ennyi lett volna, és tudom, hogy már hiába mennék oda, ő már más néz, tehát hiába adta meg az engedélyt. Hát már visszautasította, igen, már megvan sért. De ezek szerint van ilyen 7 másodperces időzóna, amiben az engedélyt megadom, ha addig nem jössz, akkor megyek tovább, hogy gyakorlatilag. Igen. Igen, nem tudom, szóval egy ilyen, és hogy azért fura, hogyha utána még ő is ír, hogy nem iszunk meg valamit, vagy úgy, vagy hát én azért ezt így nem, mert valami kell, hogy a férfi nyisson, meg hogy így legyen meg az az első lépés, hogy akar, és akkor utána már lehet menni, meg szerintem ez azért is van így, mert azért nőként szerintem rosszabb a visszautasítás kezelés, vagy valahogy így, szerintem egy nagyobb csapás az önbecsülésnek, ha mondjuk egy férfitől megkérdezni, hogy iszunk-e valamit, és azt mondja, hogy nem. Szerintem az durvább, mintha egy férfinak mondja egy nő. Mert azt mondja, hogy az ugye elfogadott, hogy barátom van, hogy nem tudom, hogy nem olyan kedve volt, vagy minden, hogy úgy tovább tud menni. De hogy igen, pont mert valószínűleg a férfi már több ilyet kezdeményezett, úgyhogy kellően vastag a bőr az arcán. Mi csak gondoljuk nőként. Hogy rosszul esik, és hogy ezt a kockázatot szerintem nem is lehet, hogy a fiataloknál már nincs ekkora gát ebbe, hogy az egy meg ilyen az a baj, hogy ahhoz, hogy oda merjél menni a másikhoz, hogy iszunk-e valamit, már eleve innat kell. Most kérdezik, nem iszunk még valamit. So
Sajnos a 40-45 perces műsorkeret túl rövid ahhoz, hogy ezt a témát igazán kivesézzük, ezért jövő héten folytatjuk négyes rapid randinkat Gönczi Dorkával, Ács Fruzsival és Szabó Balázs Mátéval. Egy rövid előzetes következik ebből a beszélgetésből. Addig is elmondom, hogy Gönczi Dorka Válótársas és Házastársas című produkcióit így ezen a címen megtaláljátok a Facebookon. Ács Fruzsina és Szabó Balázs Máté Kapunyítás című estjére a dumaszínház.jegy.hu oldalon tudtok jegyet venni, ugyanitt érdeklődhettek az én fővárosi és vidéki estjeimről is. Találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Előzetes! A nők azért is nézik meg a férfiak kezét, mert azt gondolják, hogy azzal a kézzel fog majd hozzájuk érni. És nem mindegy, hogy... Hát elég nagy... fura lenne valami másikkal. Nem, úgy értem, hogy az nekik... Balázs, az a kezed. Nem, ez a kéz a nőknél, ez nagyon olyan, mint a férfiak, mert a boka vagy a tarkó. De várj, ez a Balázs darogat tenni. A boka vagy a tarkó? Ja, hát az állatok többnyire ott fogják meg a nőstényt, ott már. Grabanca. Ott a grabanc, és közben megy az aktus. Látszik, hogy nem voltam még macskával. Én nem így szoktam. Fiatal még hozzá, más generáció. A te baráti körödben azt mondják, hogy milyen fiatal pasid van, a fiú baráti körében meg azt mondják, hogy... Mit tud? Én azt mondom. Minden. Finom lekvárt csinálni. Mit tud hidegháborús titkokat?